a Nyíregyházi állatparkban érdemes hosszasan elidőzni a kifutók mellett, hiszen a dzsungelszerű növényzet között igazi ritkaságokat is megfigyelhetünk. Ilyen faj például a Dél-Amerikában őshonos Geoffroy macska. Ez a magányos életmódot folytató állat eredeti élőhelyén kerüli a dzsungel legsűrűbb részét, és előnyben részesíti a magasban fekvő száraz sziklás területeket, ahol a fák és a bokrok jó rejtőhelyet kínálnak megél akár a 3300 méteres tengerszint feletti magasságban is. Különleges mintázatú bundája miatt természetes élőhelyén az állománya erősen fenyegetett, mivel prímje a szörmekereskedelemben nagyon kedvelt. Állatkertekben is igazi ritkaságnak számít. A Zsófoly macskából mindösszesen a világ állatkertjeiben száz egyedél. A mi hímünk 2014-ben érkezett hozzánk, és több mint három évet vártunk a megfelelő nőstényre, amelyek most az Európai Faj Program keretében a faj koordinátora Németországból kihelyezett hozzánk. A Zsófroly macska tenyészpár a Nyíregyházi Állatpark trópusi házában egyelőre külön kifutóban él egymás melletti, ám elkülönített kifutóban láthatóak. Ö, azt várjuk tulajdonképpen, hogy a tenyésznőstény ivazási időszakát éje, és akkor fog bemutatkozni majd legényének. A Zsofroy macska vadonban töltött életéről csak keveset lehet tudni, mert ez a félénk állat ritkán hagyja el az erdőt. Éjszakánként puha léptekkel oson az ajnövényzetben, madarakat és kisemlősöket keresve zsákmányként. A dzsofroly macskák meglepően jól úsznak, a víz közelében élők alkalomattán még halat is fognak. Könnyedén és biztosan mozognak a fákon, miközben a félhomályban foltos bundájuk beleolvad a környezetbe, ezért mindig előnyben vannak az ellenféllel szemben.